István 1943-ba került a kunsági szövőgyárhoz. Ott volt addig, még nem akarták, szóval egyesítették a textilművekkel, akkor vittek engem be a textilművekbe, mert úgy volt, ez megszűnik, vagy, és akkor végül átalakítottak ilyen szövőnök képzők, hogy itt tanították, mert igen, akkor indult be Szegeden egy 1000 szövőgépes szövőne építés. Oda költ a szakember, azért minket bevittek innen jó pár szakembert, én is úgy kerültem be, akkor oda a textilbe, és én úgy kezdtem, hogy a lakatos szakmát kitanultam, aztán elvégeztem a technikumot, aztán a műszaki egyetemet. És én haladtam én előre szép és lassan. 43-ban. Igen. 43-ban akkor itt dolgoztam, akkor még a lakatos műhelyben. De szép, amikor elkezdtem a technikumot, akkor műhelyfőnök voltam, szóval lassan haladtam előre, de ez nem olyan lényeges, csak azért mondom, de, hogy... lényeges, minden lényeges. Majd ha kérdezi, akkor majd válaszolok. 43-ban kezdtem, mint lakatos, utána, mint műhelyfőnök, az műhelyfőnök már 40... Volt. Hát az már akkor lehet itt olyan, mit mondjak... Két évre rá? Hát így két-három évre, amikor már elkezdtem a technikumot, akkor már ki is neveztek, akkor műhelyfőnök voltam. Aztán később az egész karbantartó társaságnak voltam a főnök, akkor itt a asztalosok, lakatosok, villanyszerelők, mind volt egy ilyen TMK társaság, és annak voltam a vezetője. Mikor bekerültem, ott is ugyanolyan beosztásba, aztán később ott a textilbe, aztán ott mentem jobban föl, ott végül is, mikor az egyetemre elvégeztem, voltam a főenergetikus, hozzám tartottak klímák, villanyszerelők, szóval a műszaki társaság. Hát az majd részes, amikor kül, akkor majd elmondjuk. Ez a karbantartó rész, itt volt, erről nem is beszéltem, mikor egymás után leváltották, akkor az a tartsonyvás, ő is mérnök volt, egy darabig ő volt a telepvezető, ez a középetű öreg úr, Tari Sándor. Az egy ilyen Schneidi úriember, az a... Hát, rég az újszegedi Kenderbű, mert Gáspár egy óvatos zuhaj volt, az ő nem nagyon értett a szövészető, de körbevette magát ilyenekkel, újszegedi Kenderbű elcsalta őt, Csernák Jóskát, az igazgatót, Tari Sanyi bácsi, akkor volt egy Csőr Miklós nevű festőmester, meg én nem, szóval összegyűjtött, jó tudták csinálni. Na, szóval itt is maradt az öreg úr, még abban az 50-es években is ő, mikor volt az űrzavar 56 után, akkor Sanyi bácsi egy darabig ő is volt a vezetője. Na most akit én mutogatok, én mind ismerem, majd nevét el tudom majd mondani, ha most sorba kerül, ez a karbantartó társaság itten. Na most a másik, pedig én is rajta vagyok, ez meg az irodai személyzet volt, ennek is megvannak a nevei mindenkinek, ez a Gyuris Misi Gyuri Gergő bácsi fia, ez meg én volnék itten. Be. Azt mondom, ez a karbantartó, hogy oda mentem hozzájuk, akkor lefotóztak minket. Oda kerültem és dolgoztam, mint fiatalember, és volt ott egy nagyon ügyes műhelyfőnök, úgy hívták Nagy Pista bácsi. Az Gáspárnak egy bizalmi embere volt, amit az mondott, ha azt mondta magára, hogy azt el kell küldeni, akkor Gáspár elküldte. És oda kerültem és hát szereltem a gépeket, dolgoztam. Pista bácsi figyelt engem, meg minden, nem vettem én a szakó észre, de végül visszamondták. Aztán Gáspár eltelt egy pár hónap, azt mondja, hogy az új segédúr hogy produkál, hogy dolgozik Pista bácsi. Azt mondta, főnök úr, közénk való, rendben van, akkor marad. És akkor így maradtam itten, tehát ő nem, ha azt mondta volna Pista bácsi, hogy hát egy öngeresztés, és akkor mehettem volna a könyvemé, és én nekem, hogy mondjam, szóval én olyan típusú voltam, hogy elég lent kezdtem, olyan lent, hogy egy kimondott szakmát megtanultam, tehát mint egy géplakatos végig. Tehát én nekem volt szakmai gyakorlatom is, és én eleve úgy indultam, én mikor beértem a gyárba, én az első dolgom az volt, hogy körbe mentem, de általában mindig. Elmentem a műhelyekbe, bementem, még ami volt folyamatban munka, azt megnéztem, és akkor, mikor, hát, ilyen, hogy mondjam, olyan ellenőrző körút volt az, hát a munkám által mindig azzal kezdődött, hogy vagy a folyamatban lévő munkát, azt lekontrolláltam, hogy hol tartunk, még a saját dolgaimat is, aztán reggeliztem, és akkor jött adminisztráció, más dolog, akkor a nagyfőnök összehívott bennünket, a főmérnök majdnem minden, mert nagy beruházások voltak, akkor indult a fonoda, a szövedebővítés, és akkor
akkor mindig be kellett számolni, hogy hol tartunk. Mindig mondta, hogy ennek a gépnek ekkor indulni, annak akkor indulni. Akkor főleg a gépek felügyelete volt az ön feladata. Hát tulajdonképpen... A gépek kifogástalanul mindenkor üzemképpen működik. Hát a karbantartó részlegek tartoztak hozzám, én nekem az a körülött foglalkozni, hogy tulajdonképpen a karbantartás, hát ütemszerűen, hát mindig megvolt, hogy melyik gépek kerülnek sorba, ott voltak művezetőim, ott voltak lakatosok, pillanatszerelők, minden, és azokkal... Ezeket koordinálta. Azokat koordinálni kellett. Tehát ez én munkám abból állt, hogy tulajdonképpen... Irányította, felügyelte, ezeket hogy a nyár zökkenőmentesen. Kézben tartottam, hát, mert ugye volt egy főmérnök úr, aki az egésznek a főnöke volt, míg osztályvezető szinten voltunk, hát tulajdonképpen úgy is nevezték. Én energiaosztályvezetője voltam, és akkor ezeket csináltuk végeredményben, és akkor mindig volt, hát úgy nevezik, észosztás. Akkor ugye, akkor mentünk föl, hogy hívják, a főmérő irodába, meg volt mikor volt, hetenként készen, hát akkor be kellett számolni, hol tartunk, ugye, és akkor azt szerette, olyan főnök volt az meg, hogy volt egyik főnök, volt az örökké nyűglődött, hogy megkérdezem Tombácsot, megkérdezem, hogy állunk, meg minden, azt én rám hivatkozott, azt mondja, tudja mit? Csináljon úgy, mint a Varga.